Nagyon nagy szeretettel és örömmel köszöntöm a kedves nézőközönséget és a hallgatóságot is, akik a Reménység Hangja Rádió hullámhosszán követnek bennünket. Itt a Reménység Televízió magyar adásában, a Láthatár műsorában. Egy nagyon izgalmas és hasznos gyakorlati témát veszünk ma elő. A házasság jó fenntartásáról lesz szó, és erre a témára kedves meghívottam Kalosz Timea Renáta, pszichológus jött el a stúdióba, akit szintén nagyon nagy szeretettel köszöntök, és örülök, hogy eljöttél a mai beszélgetésre. Üdvözöllek, üdvözlöm a nézőközönséget és a hallgatóságot, örülök, hogy itt lehetek, és számomra ez egy fontos téma. Hát szerintem a házasok számára is egy fontos téma, egy hasznos téma, majd meglátják, hogy pontosan miről is lesz szó, így a beszélgetés keretein belül. Viszont egy téma felvezetőként kerestem két viszonyítási pontot arra, hogy mennyire fontos a házasság fenntartása. Két amerikai írótól, egy női írótól és egy férfi írótól kerestem két idézetet. Margaret Mitchell, amerikai író, azt mondja, hogy a szerelem nem elég a boldog házassághoz, míg Earl Stanley Gardner, ő amerikai jogász és író is volt egyben, azt fogalmazta meg, hogy a szerelem, mint minden tűz, ha nem táplálják, kiég. És sokan nem tudják, hogyan kell tovább táplálni a romantikus szerelem tüzét, miután a romantikus szerelem már betorkollott a házasságba. Élveztem azt, amikor olvastam ezt a két idézetet, hogy bár Earl Stanley hosszosabban fogalmaz, egy férfitől egy szűkszavú meghatározást vártunk volna el, míg Margaret sokkal rövidebben fogalmazta meg, mégpedig azt, hogy a szerelem nem elég minden esetben, vagy teljes mértékben a házasság jó fenntartásához, és mivel már két nagy író is megfogalmazta ezt, ma erről fogunk beszélni, hogy hogyan kell egy házasságot fenntartani, milyen elemekre van szükség, milyen gyakorlati dolgokra, kommunikáció a pár, a házastársak részéről, úgyhogy nem is húzom tovább a szót, és felteszem az első kérdésemet. És ez a házastársi kapcsolat ápolásáról szól. Hogyan szükséges ezt a kapcsolatot ápolni? Mire van szüksége a feleségnek, mire van szüksége a férjnek, azután, hogy eltűnt a rózsaszín köd? És ezen a kérdésen belül megfogalmaztam több alkérdést. Az első alkérdés pedig az lenne, hogy milyen szakaszai vannak a romantikus kapcsolatnak. Mert ugyebár, ahogy olvastuk az idézetekből is, van ez a szerelmi szakasz, de biztos vagyok benne, hogy van sokkal több szakasz ezen kívül. Hát a házastársi kapcsolat egy olyan folyamat, amelyben mind a két félnek fontos szerepe van, és odafigyelést, megértést igényel mind a két fél részéről. Ez a rózsaszín köd, amit említettél, ennek bekövetkezte után, ugye kezd eltelik az a bizonyos idő, amikor ez kezd átalakulni szeretetté, ugye, mert hogy ez a rózsaszín köd az erős szerelemnek a forrása, és akkor, mikor kezd ez eltűnni, akkor egy mély, bensőségesebb kapcsolat felé halad a pár, vagy a házastárs, és akkor ebben a folyamatban a feleknek egyaránt igényük van arra, úgy a férjnek, mint a feleségnek, ahhoz, hogy a kapcsolatot és a boldogságot fenntartsák, hogy kiegyensúlyozottan álljanak a kapcsolathoz, egymáshoz, egymás igényeihez, egymás megértéséhez, és mivel ezek az igények gyakran átfedésben vannak, és nem a feleknek mindig van megegyező elvárások egy kapcsolatban, és ezek alapvető elemek a kapcsolatban. Megemlíteni itt a közös célokat, a kommunikációt, a személyes teret, az intimitást, a romantikát, és akkor ezeken belül megjelenik a megértés és a támogatás, és ez olyan fontos lépés a kapcsolatban, ahol mind a két félnek úgy érzelmi,
úgy fizikai, mint lehet anyagi támogatása van szüksége, egy olyan pillanatban, amikor nehézségekbe ütköznek, akkor a többek között megemlíteném a közös célokat és az álmokat, ezek a felé együtt haladhatnak, mivel hogy fontos az, hogy a két fél nagyjából egy hosszon pendüljön, mivel hogy ha kettőnknek két különböző érdekeltsége van egy kapcsolatban, akkor nagyon nehéz ezt összeegyeztetni, és itt lépnek közbe a kompromisszumok. Például itt megemlítenem azt, hogyha én szeretek a tengerparton olvasni, és a párom szeret hegyet mászni, akkor keresünk egy olyan úti célt, ahol megvan a tenger is, de a hegy is, és akkor mindenkinek megvan a boldogsága és az igénye a kapcsolatban, és ez kiteljesül. Akkor megemlíteném az együttérzést és a konfliktuskezelést. Konfliktusok kezelése fontos abból a szempontból, hogy ha nem beszélünk róla, az nem azt jelenti, hogy nem létezik, és a konfliktusokat konstruktív módon, kommunikáció által kell megoldani. Itt például ezeknek a forrása lehet egy aggály, egy érzelem, egy igény kifejezése, és ahhoz, hogy a kapcsolatunk hosszú és elégtételt nyújtson mind a kettőnknek, ahhoz szükséges az, hogy együtt összedolgozzunk. Megemlíteném a fizikai és az érzelmi intimitást. Ugye a fizikai intimitás, itt megemlíteném a szexualitást, és ez mindenképp szem előtt kell tartanunk azt, hogy bizonyos életfázisokban különböző típusú intimitásra van szükségünk. Az érzelmi intimitás az arra vonatkozik, hogy az érzelmeimet olyan módon tudom átadni a páromnak, hogy ne kelljen félnem attól, hogy hogyan reagál rá, és hogy megértse és empatikus módon meghallgasson. Akkor is, hogyha esetleg nem ért vele egyet, ezt meg lehet beszélni, le kell kommunikálni, és ebből következik a konfliktus kezelés is, és így építjük a kapcsolatot, és nem marad senkiben az az érzés, hogy az, amit én mondok, vagy érzek, az nem számít, és ez viszi a kapcsolatot pozitív úton. A következő, amit megemlítenék, a személyes tér, és az egyéni fejlődés. A személyes tér, azt lehet szó itt például arról, hogy van egy hobbim, vagy valami, amit szeretek csinálni, és akkor meg kell adjuk a párunknak azt a szabadságot, hogy ő ezt az igényét kiteljesítse, anélkül, hogy olyan módon viszonyuljunk, hogy neki az bántódást okozzon. És a személyes fejlődésnél itt megemlíteni mindenképp azt, hogy úgy a személyes, mint a szakmai fejlődésünket, hogy tudjuk táplálni, mivel hogy ez egy olyan szakasz, amely bizonyítja azt, hogy a pár a kapcsolatban megérett arra, hogy pozitívan támogassa másikat, és ez mindenképp az élet minden területén megnyilvánul, mert hogyha egy kapcsolatban boldogok vagyunk, és otthon mindenünk rendben van, akkor többnyire a munkahelyen is nyugodtak vagyunk, abban is, amit teszünk, a munkánkban, a családunk körében. Sokszor az történik, hogy az emberek elmennek a munkába, és akkor idegesek, és akkor általában úgy reagálnak az emberek rá, hogy na megint mi a bajod van otthon. És akkor ugye itt lép fel az az igény, ugye, hogy az én fejlődésemet és azt, amit szeretnék, azt kielégítsem. Erre tudnák egy példát is mondani, hogy én amikor elkezdtem az egyetemet, akkor nekünk megvolt már a családunk, a lányunk, és én nagyon sok támogatást kaptam a férjemtől, ebből a szempontból ugye nagyon sok időt igényel és energiát, és azért sokszor úgy kimerült lesz az ember tőle, de hogyha a párom empatikus módon viszonyul hozzám, és viszonyult hozzám,
akkor nekem energiát adott azt a fáradtságot is félretenni, és tovább lépni. És utolsóként említeném a romantikát, de nem utolsó sorban, hogy itt mindenképp fektessünk időt arra, hogy minőségi időt töltsünk a párunkkal, ami pozitív energiát hoz a kapcsolatunkba, és mindenképp figyeljünk oda a párunknak az igényeire is, hogy miben nyilvánul meg neki az, hogy romantikusan közeledek hozzá. Ahogy beszéltünk ezekről a szakaszokról, gondolkodtam azon a kérdésen is, hogy ez a szerelmi szakasz átlagban, ha létezik egy átlag, mennyit szokott tartani? Hát ezt a szerelmi szakaszt eufórikus szakasznak, fázisnak nevezik. Én nagyon szeretem azt, mert hogy a kutatások és a könyvek ilyen honeymoon fázisnak is nevezik, és az általában ilyen 6 és 24 hónap között történik. Itt nagyon sokszor a fókusz arra esik, hogy randevúzunk, együtt töltünk sok időt, nem csak időt, sok időt, és a fizikai vonzalom, ugye, és ez az a szakasz, amikor még a párunkat ilyen idealizált módon látjuk, nem látjuk a hibáit, ugye ez az a rózsaszín köd, amiről beszéltünk, és akkor itt történik meg az a kötődési szint a másikkal a másikhoz, és akkor úgy mindenképp ugye nagyon sok időt akarunk együtt tölteni a másikkal, vele lenni, a gondolataiba ott lenni, és kb. Ismerni mindent róla, azt, hogy hogyan gondolkozik, azt, hogy milyen gondolatai vannak. Igen. Kivel tölt időt? Igen. Hol tölti az idejét? Mi a kedvenc tevékenysége, étele, és így tovább. A második szakasz az, hogyan alakul át ez a szerelem szeretetté? Vannak esetleg olyan esetek, amikor nehezebben, vagy valamelyik fél küzd azzal, hogy kialakuljon a szeretet benne, mivel csalódott, hogy már elmúlt ez a rózsaszín köd, vagy érzi, hogy valamit elveszített a kapcsolatból ezáltal, hogy eltűnt a rózsaszín köd? Ezt a kezdeti kapcsolódási fázisnak, kötődési fázisnak nevezik, még ez olyan 2 év és 5 év között zajlik. Itt általában ugye megismerjük a párunknak a hibáit, ugye itt kezdődik az, amikor kezd megbomlani a rózsaszín köd, megismerjük a gyengeségeit, az erősségeit, és itt megértjük azt, hogy mennyire fontos a kommunikáció ebben a szakaszban, mert amikor itt szokott történni az, amikor a felek azt mondják egymásnak, hogy megváltoztál, és hogy nem vagy ugyanaz, amilyen voltál, de ugyanolyan a személy, csak hogy nekünk ugye úgymond kezdett a rózsaszín köd felbomlani, és ezáltal megláttuk azt, hogy milyen is a párunk, hogy ki ő valójában, hogy milyen reakciói vannak, és ebben a szakaszban kezd kialakulni az a mélyebb kötődés a párunk iránt, ahol kezdjük elfogadni, megérteni, és nem ítélkezni a tulajdonságai iránt. Vannak-e még más jellemzői a második szakasznak, amiről beszéltünk? Megemlíteném esetleg azt, hogy ez az a fázis, ahol ugye a felek kezdik megérteni azt, hogy milyen célokat is szeretnének, vagy mit is szeretnének ettől a kapcsolattól, és ugye itt lép fel az a kérdés, hogy összeköltözünk, megismerjük jobban egymást, esetleg házasságon gondolkozunk, megbeszéljük azt, hogy én gyereket szeretnék, neked mi a hozzáállásod hozzá, mivel ezek olyan fontos lépések, amiket ha kihagyunk, mert ez ugye ugyancsak úgy a kommunikációhoz tartozik, ha ezeket a lépéseket kihagyjuk, akkor felléphet a következő stádium is, amikor nem értjük azt, hogy miért nem működnek a dolgok, a kimondatlan
vágyaink és céljainkkal kapcsolatban. Mekkora a felek elégedettsége a saját kapcsolatukkal szemben, amikor nézzük ezeket a szakaszokat? A felek elégedettsége ebben az esetben úgy általában, mielőtt úgy tovább mennék, elmondom az első kettőnek, és folytatnám a következő két fázist, mert ő még van két fázisa. Ugye az első euforikus fázisban az elégedettség nagy az újdonság érzet miatt, és emiatt minden, ami történik a kapcsolatban, az nekünk boldogságot, kielégültséget hoz. A második fázisban a kielégültség az változó, de stabilizálódik. Ugye attól függ, hogy a periódusnak milyen szakaszában vagyunk, ugye az a 2 és 5 év között, mert hogy ugye az elején még ott vagyunk, hogy kezdjük megismerni, akkor kialakul egyfajta elégedettség a másikkal szemben, de ez mindenképp a két egyénen múlik, hogy milyen az ők viszonyulásuk. De mindenképp ez a változó elégedettség stabilizálódik. És akkor ezt követi a válság, vagy a krízis szakasza. Ez valahol az 5 és 7 év közé tájolható be, és akkor itt történik az, hogy a válságos helyzetekben az, hogy hogyan reagálunk rá, derül ki az, hogy mennyire vagyunk képesek együtt lenni, hogy együtt maradunk. Ugye megtörténik ez a széthúzódás a kapcsolatban, hogy együtt maradunk, vagy tovább lépünk, és akkor attól kezdődően, hogy eldöntjük, hogy mi is az, ami a kapcsolatban a válságot okozta, akkor meg tudjuk azt tenni, hogy kezeljük a válságot, vagy nem, mert nem biztos, hogy képesek vagyunk rá kezelni. De hogyha ezen túllépünk, akkor a kapcsolat innentől kezdve egy jobb fázisba lép, ahol a mély elköteleződés fázisáról beszélünk, és itt már mindenképp a biztonságot és a nyugalmat jellemző fázisba vagyunk. Ez 7 évtől felfele történik, de hogyha ebbe a fázisba beléptünk, akkor több mint valószínű, hogy innentől kezdve a kapcsolat egy életre tart, mert hogy megismertük a párunk gyengéit, erősségeit, megtanultuk a válságainkat, a kríziseinket kezelni, megtanultuk azt, hogy hogyan kommunikáljunk egymással, és innentől kezdve egy bizalmasabb kapcsolatban, házasságban vagyunk. Érdekesek ezek a szakaszok, és meglep, hogy van ez a válság szakasz. És az lenne a kérdésem, hogy minden párnál különböző okok váltják ki, vagy minden párnál kötelezően előfordul ez a szakasz, vagy átlagban elő szokott fordulni? Uh-huh. És hogy mi okozza ezt a szakaszt? Vannak rá pontos okok, amik nagyjából, ha előfordulnak, akkor több házasságban fordulnak elő? Hát abból a szempontból nézve, hogy minden egyén egyedi, és minden kapcsolat egyedi, és minden kapcsolat működése egyedi, ebből kiindulva a válságok lehetnek különbözőek, de vannak közösek. Például itt megemlíteném azt, amikor gyerekvállalás történik, és akkor ugye mindenki tudja azt, hogy azért egy gyermek születése után a nevelés, felnövekedése a gyermeknek energiát igényel, és itt közbelép a társadalmi nyomás is, ahol arról szól, hogy legyél jó anya, legyél jó apa, és akkor ennek a nyomásnak megfelelve kialakulhatnak a veszekedések, a konfliktusok egymással kapcsolatban, egymással szemben, és az, ahogyan mi ezeket kezeljük, és tekintünk rájuk, azok szerint tudunk tovább lépni. Mindenképp fontos megemlítenem azt, hogy a gyereknevelés által fontos az, hogy ne tévesszük szem elől azt a tényt, hogy mi nem csak szülők, hanem házastársak vagyunk, és ahhoz, hogy a gyermek boldogban nőjön fel, és egy jó példa
családi példában nőjön fel, ahhoz szükséges az, hogy azt lássa és tapasztalja, mert az, hogy csak látja, az nem biztos, hogy úgy is van. De azt, amikor meg is tapasztalja, akkor a gyermek, és ugyanúgy mi is, kiegyensúlyozott családi kötelékbe vagyunk, de nem tévesztjük szem elől azt, hogy mi elsőként házastársak vagyunk, és utána szülők. Tehát ezt a kapcsolatot, igen, máskülönben elég logikus, hogy házasságba belépsz, ott egy külön energiát igényel az, hogy fenntartsod a házasságodat, aztán meg a babavállalás során már két dolgot kell fenntartani, a házastársi kapcsolatot, a babával és a való kapcsolatot, és a nevelési energia, ami bemegy még ugyanide, az leszívja mindkét fél erejét. Úgyhogy érthető ez a válsági időszak. Lenne egy kérdésem, ugyebár már itt a veszélyekről is beszélünk, a bizonyos szakaszokra nézve, nem tudom, hogyha van-e a második fázisnál veszély a kapcsolatra nézve, de ez is lehet egy kérdés, viszont az, hogyha van-e a negyedik fázisnál, a mély elköteleződésnél valamilyen veszély a kapcsolatra nézve, ez egy második kérdés. Mindenképp itt, ha veszélyekről beszélünk, akkor a második fázisban itt lép fel a legnagyobb veszély, ugye, mert itt történik az, amikor idealizáljuk a párunkat, akkor emiatt nem figyelünk, a realitástól elrugaszkodunk, és itt megjelennek a konfliktusok és a veszekedések. Ha ezeket meg tudjuk tenni, hogy odafigyeljünk tudatosan rá, hogy ne idealizáljuk, és ne ilyen realitástól elrugaszkodó kapcsolatban próbáljunk létezni, hanem elfogadjuk azt, hogy ilyen a párom, és ilyen vagyok én, és mit teszünk meg azért, hogy ezen dolgozzunk, és tovább vigyük azt a kapcsolatot. Nem mindenkinek fog sikerülni, mivel hogy itt közbelépnek az otthonról tanult kötődési formáink, az, hogy a szüleink hogy viszonyultak egymáshoz, és itt többek között az is közbelép, hogy a körülöttünk lévő környezetből is mit tanultunk. És a mély elköteleződés fázisában, ha vannak veszélyek? A mély elköteleződési fázisban általában nem szokott lenni, hogyha mi a harmadik fázisban megtanultuk kezelni a konfliktusainkat, a válságainkat, megtanultuk egymást empatikus módon ítélkezés nélkül elfogadni, és elfogadni azt, hogy két külön egyéniség vagyunk, két külön neveltetéssel rendelkezünk, és mindegyiknek megvannak az igényei, a jellemzői, és ha ezeket megtanultuk, akkor több mint valószínű a mély elköteleződésben nem lépnek fel konfliktusok, azok fel fognak lépni, de nem olyan konfliktusok, amelyek szétbontják a házasságot vagy a kapcsolatot. Akkor ezek alapján el lehet azt mondani, hogy ez a legstabilabb szakasza a házasságnak? Igen. Igen. Ez mindenképp függ attól, hogy milyen periódusról beszélünk, de ez általában olyan 7 évnél kezdődik, és ahogy telik az idő, hogyha ezeket az előző 3 stádiumot megtanultuk kezelni, akkor onnantól kezdve sokkal könnyebben vesszük az akadályokat. Akkor 7 éven keresztül jól meg kell dolgozni a házasságért, nem egy könnyű munka fenntartani ezt. De a 7 év után is munka, habár nem szeretek erre munkaként hivatkozni, mivel hogy ugyanúgy energiát kell belefektetni, mert ez nem olyan, mint ugye veszünk egy virágot, szépen nő, virágzik, de többet nem öntözzük. Ezt valahogy úgy kell elképzelni, hogy mi egy szerelmet ápolunk, ugyanúgy, hogy ápolunk például egy virágot, persze a szerelem átalakul szeretetté, elköteleződésé. Uh-huh.
Beszéltünk arról, vagy említetted azt, hogy fontos, hogy azért a felek meg tudják beszélni a különbözőségeket, és mondtad a példát a nyaralással kapcsolatban, hogy lehet, hogy valaki inkább a hegyi sportokat szereti űzni, a másik fél pedig inkább a tengerparton olvasna, akkor hogyan lehet a kettőt összeegyeztetni. Ezzel kapcsolatosan az a kérdés jutott eszembe, hogy honnan tudjuk, ha egy kapcsolatod, ami még csak a párkapcsolat fázisában létezik, érdemes megtartani, vagy sem. És ebben az esetekben így felmerül még két alkérdés, hogy mely esetekben jó felszámolni egy kapcsolatot, tehát mikor jogos felszámolni, és mely szakaszában a kapcsolatnak a legkönnyebben lehet felemészteni, vagy hogy is mondjam, kevésbé fájdalmas ez a lépés, ennek a lépésnek a megtétele. Mindenképp figyelembe kell vegyünk azt, hogy egy kapcsolat felszámolása előtt ugye az előbb említett fázisokat is, és azoknak a jellegzetességei, például megvan-e az, hogy a személyes érdeklődésemet kielégítsem, az érzelmi intimitásom ki van-e alakulva, a bizalom, a bizalmasság, hogy elmondhatom úgy, ahogy én érzek abban a helyzetben a páromnak, és anélkül, hogy féljek attól, hogy negatívan lesz lereagálva. És hogyha ezeket a jellegzetességeket a kapcsolatban megtaláljuk, akkor tudjuk azt, hogy egy olyan kapcsolatban vagyunk, amellyel érdemes tovább lépni a következő szintre. Házasság, gyerekvállalás. Abban az esetben, hogyha érezzük azt, hogy több szempont nem teljesíti igényeinket, akkor mindenképp érdemes elgondolkozni rajta, és nem feltétlenül csak elgondolkozni, hanem a párunkkal is megbeszélni, hogy nézd meg, ezek az én meglátásaim a kapcsolattal szemben, ezek az én elvárásaim. Szeretném, ha te elmondanád nekem, hogy te hogyan látod a kapcsolatunkat, az elvárásokat, hogy neked mik az elvárásaid a kapcsolattal szemben, és akkor innentől kezdve el tudjuk dönteni azt, hogy a beszélgetés alapján is, de az is, amit mi érzünk, hogy a párunk hogyan viszonyult hozzá, és innentől kezdve megjöhet a döntés. Amit nagyon fontosnak találok egy kapcsolat felszámolásában, hogy felléphetnek olyan problémák, hogy függőségek, beszélek itt alkoholfüggőségről, szerencsejáték, drogfüggőségről, érzelmi és fizikai bántalmazásról. Ezek mindenképp olyan tényezők, amik a felkiáltó jelet azt oda teszik a kapcsolat mellé, hogy akkor én mit is keresek ebben a kapcsolatban. És itt lép megint fénybe az a tény, hogy mi hogyan is kapcsolódtunk a szüleinkkel, a szüleink hogy kapcsolódtak, és ez lesz az, ami eldönti, hogy egészséges módon kilépünk belőle, azt mondjuk, hogy ez nekem nem megfelelő, nem konstruktív, nem érzem azt, hogy fejlődök ebben a kapcsolatban, sőt, bántódok is nagyon fizikailag, érzelmileg, vagy mind a két módon. És akkor ugye, ha már itt beszélünk a függőségekről, általában, hogyha már a kapcsolat egy olyan szinten van, ahol már anyagi megfontoltság is, vagy anyagi megfontoltság szempontjából is elvisz sok fele, és azért fontos megfigyelni azt, hogy az, amiben mi ketten fektettünk, milyen anyagi negatív oldalt érint. És arra a kérdésre, hogy mikor könnyebb kilépni, vagy felszámolni egy kapcsolatot, az mindenképp egyéntől függ, mivel hogy mindenki másképp éli meg, egyediek vagyunk, és akkor a legkönnyebb az elején, amikor nincsen annyira az érzelmi bevetődésünk a kapcsolatban, nem vagyunk annyira bevonódva a kapcsolatba érzelmileg, könnyebb
A másik, amit figyelembe kell venni, hogy a kapcsolatunk milyen szintjén vagyunk. Mert hogyha már házasság történt, akkor ott már mindenképp érzelmileg is nehezebb kilépni, mivel hogy a kötődésünk erősebb, és a megszokás is közbelépít, és ugye valamilyen szinten, amikor egy kapcsolatot elveszítünk, akkor egyfajta gyászt is élünk meg, és fellép az is, hogy mi lesz velem a kapcsolat után. És ami még nagyon nehéz, az ugye, amikor már megszületik a gyermek, mert hogy itt már nem csak magunkra gondolunk, hanem a gyermekre is. Volt az a gondolatod a függőségekkel kapcsolatban, hogy a felszámoláskor ezek is felléphetnek, de a maga a függőségről való elsőleges gondolatok már a kapcsolatban kialakulnak. Tehát ez kellene egy felkiáltó jel legyen a fejünkben? Például arra gondolok itt, hogy kapcsolatom nagyon rossz, és mivel úgy érzem, hogy nem tudok, vagy nem szeretnék valamilyen szempontból kilépni belőle, akkor próbálom ezt az érzést alkohollal pótolni. Ez is egy valós alternatíva lehet, hogy ezek a függőségek már a kapcsolatban alakuljanak ki, vagy a felszámolás miatt alakuljanak ki a függőségek? Függőségek általában kialakulhatnak a kapcsolat alatt is, és ez mindenképp egy hajlam is, meg az, hogy hogyan láttuk a kötődési stílusokat körülöttünk, hogyha otthon apa, amikor probléma volt a házasságában, egy veszekedés, egy konfliktus által, ő az alkoholhoz fordult, és nem feltétlenül volt ő részeg, csak alkoholhoz fordult, akkor mindenképp felléphet az, hogy igen, én is így reagálok rá, de ez egyéntől függ, mert az, amit otthon tanultunk, az nem feltétlenül határozza meg azt, hogy mi hogyan reagálunk és hogyan állunk a kapcsolatunkhoz. Nem biztos, hogy mi is ugyanazt az utat követjük. De ha a párunk ehhez a viselkedésmódhoz folyamodik, akkor mindenképp egy felkiáltójel kell legyen bennünk, és észrevesszük azt, hogy valamiért az alkoholhoz fordul egy probléma miatt, egy konfliktus miatt, amit otthon nem kezelt, vagy a munkában nem kezelt, akkor mindenképp felmerül a kérdés bennünk, hogy jó kapcsolatban vagyok-e. Tehát akkor ezekre mindenképp oda kell figyelni. Igen. Mivel előre haladott az időnk, van még egy kérdés, ami ide tartozik, és egy rövid választ várok rá. Mondtad azt, hogy nem szeretett azt a kifejezést, hogy munka. a házasság fenntartásában, de mégis így teszem fel a kérdést, mert most így jön könnyebben. Mekkora munkát igényel a házastársi kapcsolat jó fenntartása? És itt ezt a kérdést összefűzném két kérdéssel. Okay. Ugyebár azt mondtad, hogy a rozsaszín köd az eltűnik egy bizonyos idő után. Előfordulhat, hogy ez visszatérjen? Illetve, hogyha visszatér, ez segít-e a kapcsolaton, vagy nem igazán? Ez mindenképp a kapcsolat odafigyelést, elkötelezettséget igényel ahhoz, hogy jól működjön, és hogy valamilyen szinten ezt a rózsaszín ködöt visszahozzuk, például amire fontos odafigyelni, hogy ez a megújult, együtt töltött minőségi idő, hogy elkezdjünk újra randevúzni, hogy elkezdjünk együtt időt tölteni, és amikor együtt vagyunk, akkor egymásra figyeljünk, ne a telefonunkat böngészünk, ha elmegyünk valahova is a párunk, beszél hozzánk, odafigyeljünk rá, és nem feltétlenül kell válaszolnunk, mert a párunknak nem biztos arra van szüksége, hogy megerősítsük azt, amit mond, de ezt mindenképp a párunk kifejezheti, hogy esetleg mi a véleményed arról, amit elmondtam, és de sokszor lehet csak arra van szükség, hogy meghallgassanak minket. Erről a gondolatról a szeretetnyelvek jutnak eszembe. Ugyebár az én szeretetnyelvem a minőségi idő, és tudom, hogy amikor nem figyelnek rám, akkor az zavar. A beszélgetésekben is szeretem az aktív figyelmet. Ezért úgy is gondoltuk,
ezt a beszélgetést, hogy a szeretett nyelveket is a témába hozzuk, és szeretném, hogyha beszélnél róluk, arról, hogy hogyan lettek felfedezve, mit jelképeznek, jelentenek ezek a szeretett nyelvek, és hogy hogyan tudnak egy jobb kapcsolatot, házasságot kovácsolni a párok között. Értem. A szeretett nyelveket dr. Gary Chapman fedezte fel. Ő egy házastársi terapeuta volt, és arra figyelt fel, hogy azok a párok, ahol nem ismerték egymás szeretett nyelvét, ott a válság nagyon felütötte a fejét, és ugye egy folytonos konfliktusok alakultak ki, mivel hogy egymással szembe, ugye a szeretett nyelvek nem csak az, ahogyan én szeretném kapni a szeretetet, hanem ahogyan adom is. Mert mindenkinek megvan az, ahogyan szeretné kapni, és ahogyan adja. És fontos odafigyelni egymás szeretett nyelvére. Itt megemlíteném többek között ugye a minőségi időt, amiről már beszéltünk, az elismerő szavakat, az, hogy van, aki azt igényli, hogy elismerjük azt, hogy ő milyen ember, hogy milyen szakember, hogy milyen apa, milyen férj. Nyilván pozitív tekintetben, igen, tehát bátorító igen, pontosan. Szavakban. Vagy egyszerűen csak annyi, hogy elmondjuk azt, hogy szeretlek. És ugye milyen egyszerű, de nehezen kimondható egyeseknek, de a párunknak erre igénye van, és emiatt megtesszük. Itt ugye még van a szolgáltatások. A szolgáltatások egy kicsit olyan érdekesen hangzik, de itt például gondolok arra, hogy páromnak ki kell tölteni egy kérvényt, én ebben segítek neki, vagy a kutyát kivinni, megsétáltatni. Ugye ezek olyan dolgok, amik megkönnyítik a párunk napjait, és akkor ez nekünk valójában nem egy nagy erőfeszítés, mert hogy megtehetjük, és például értünk hozzá, és segítünk neki, hogy megkönnyítse. És amit még szerettem volna említeni ezzel kapcsolatban, az, hogy nem elégséges az, hogy ismerjük egymás szeretett nyelveit, hanem fontos az is, hogy milyen az önszabályozásunk a válsághelyzetekben, a konfliktusokban, mert hogyha egy kiegyensúlyozott önszabályozásunk van, érzelmi önszabályozásunk, akkor könnyebben tudunk reagálni ezekben a helyzetekben. És persze ez se elég, hanem mind, amit eddig felsoroltunk, a kommunikáció, az intimitás, a bizalom, az érzelmi intimitás, ezek mind fontos részei a szeretett nyelvhez kapcsolódva, ahhoz, hogy a kapcsolat épüljön. Ugyebár még van két szeretett nyelv, az ajándékozás és a testi érintés. Igen. Lássuk, ezek is miről szólnak, és aztán szeretném, hogyha megmagyaráznád azt, hogy mit jelent az önszabályozás. Jó, az ajándékozás ebből a szempontból például nagyon sokan úgy állnak hozzá, hogy ajde, az egy vagyomba kerül. Nem feltétlenül az ajándékozás arról szól, hogy mostan minden nap veszek egy jó drága ajándékot, hanem legyünk egyediek. Például sütünk egy palacsintát, vagy veszünk egy szál virágot, vagy éppenséggel leszakítunk valahonnan egy szál orgonát. Vagy hozunk egy emlékkövet, vagy valami. Pontosan, ilyesmit. Igen. Van, akinek ugye van egy-egy hobbija, én például szeretem nagyon, mikor így elmegyünk nyaralni a kagylókat, és akkor úgy lehet egy ilyent is, hogy hoztam neked egy kagylót, vagy megkérem a barátaimat, mikor nyaralnak, hozzanak egy követ, ahogy te mondtad, világ bizonyos tájairól. És a fizikai szeretett nyelv az az, amikor úgy szükségünk van arra, hogy megöleljenek, hogy megsimogassák a kézfejünket, az arcunkat, hogy megcsokoljanak, és ez mindenképp figyelnünk kell arra, hogy a párunknak mi is a szeretett nyelve, és a legkönnyebb módja annak az, hogy megfigyeljük, és van egy teszt is erre, amit meg lehet ejteni, és akkor megtudjuk a saját szeretett nyelvünket. Amit még tehetünk az, hogy otthon kipróbáljuk mindegyik szeretett nyelvet, ha még nem ismerjük a párunkét, és figyeljük azt, hogy a párunk hogyan reagál rá. És ebből le tudjuk következtetni azt, hogy mi az, ami a legnagyobb boldogságot okozza neki. Önszabályozás. Igen. Mit jelent pontosan? Az önszabályozás arról szól, hogy amikor van egy bizonyos helyzet, például egy konfliktus, mert ez a legkönnyebb, ugye?
mert ugye általában ezzel küzdünk, és van egy konfliktus a párkapcsolaton belül, hogyha a párom azt mondja, hogy tévedtél, akkor nem kezdünk el egyből üvölteni, és védekezni, hogy dehogy én nem vagyok hibás, hanem te vagy a hibás, hanem egyszerűen mélyet lélegzünk, és arra odafigyelünk, hogy az, amit kommunikáltak nekünk, mi hogyan reagálunk vissza, mert hogyha mi elkezdjük a másikat bántani szavakkal, akkor valójában a konfliktusból nem kerülünk ki, csak teszünk még egy kis negatív érzést rá, és akkor így kialakul ez a konfliktus, és az az érzés, hogy én nem tudok ebben a kapcsolatban megnyílni, mert egyből negatívan van lereagálva, és akkor az érzelmi önszabályozás erre utal, hogy mi hogyan is állunk ahhoz a helyzethez, és általában negatív helyzethez. Tehát így indítottad a válaszodat a kérdésre, hogy azok a párok, akik nem ismerik egymás szeretet nyelvét, nagyobb eséllyel kerülhetnek válsághelyzetbe, vagy konfliktus helyzetekben, és ha jól értettem, akkor ez az önszabályozás, ez egy dolog, ami segíthet. De mi az a szeretett nyelvekkel kapcsolatosan, ami még segíthet a párok elégedettségében a kapcsolatot nézve? Amit én ki szerettem volna emelni az, hogy csak a szeretett nyelvekre nem hagyatkozhatunk, mert ez olyan, mintha a házhoz beteszünk csak egy téglát, vagy egy sor téglát, és ez nem elégséges ahhoz, hogy a kapcsolat konstruktív legyen és kielégítő, ahhoz ugye kell a szeretett nyelvek, kell a kommunikáció, az, hogy megadjuk egymásnak a személyes terét, a bizalmat, ugye az intimitásoknak a kielégítését, és így tud kialakulni, de ez mindenképp kapcsolattól függ, hogy az egyéneknek milyen igényei vannak még ezen belül. És akkor ez szerint tudjuk azt, hogy mi az, ami még szükségeltetik a kapcsolatba, mert sok minden befolyásolhatja azt, hogy hogyan. Lassan-lassan egyeseknek fontos nap felé haladunk. Ugye bár egy pár nap, és itt van a Valentin nap. Igen. Meg szeretném kérdezni a meglátásodat, vagy azt, hogy a kutatások mit mutatnak a Valentin napról, és arról, hogy mennyire segít ez a nap a pároknak, a házasoknak az életükben. Ugye, amit említetted, Valentin nap az gyorsan közeleg, és a kutatások szerint mindenképp besorolják az ünnepek közé, kiemelik a pozitív hatását is, de emellett ugye szó esik arról is, hogy egyeseknek ez nyomást jelent, és itt lép fel az a kötődés a szeretett nyelvekhez, hogy mi is az igénye az én páromnak, hogyan szeretné ő azt, hogy a Valentin napot töltsük, vagy hogyan szeretné azt, hogy elteljen, mert hogy fontos az, hogy igénybe vegyük a párunknak az igényeit, és itt megemlíteném azt, hogy ugye a stresszoldást is okozhat, mert hogy abban a pillanatban, amikor szüksége van mind a kettőnknek, vagy a párunknak arra, hogy együtt töltsünk időt, minőségi időt, és ez a nap csak rólunk szól, elmegyünk sétálni egyet, vagy egyet vacsorázni, vagy egyet kirándulni, ha éppenséggel úgy hozza a helyzet, akkor ez pozitív energiatöltetet hoz a kapcsolatba. Akkor másoknak meg fontos az, hogy elismerést kapjanak azon a napon. Amit én ehhez hozzátennék mindenképp, hogy ne hagyatkozzunk arra, hogy egy bizonyos napon az évből mutassuk ki a párunk felé az érzéseinket, hanem az év bármelyik napján, bármelyik szakaszában megtehetjük azt, sőt, többször is, hogy a párunk felé nyissunk a szeretet nyelvén, az igényei szerint, hogy kifejezzük azt, hogy mit is érzünk mi iránta, és mit érzünk a kapcsolatunk iránta.
adásunk vége felé haladunk, még van egy néhány percünk, és szeretném, hogyha összegeznénk a beszélgetést. Sok mindenre kiterjedt a figyelmünk, így a témánk keretein belül, de hogyha összegezni kellene a fő pontokat, vagy le kellene vonni a gyakorlati tanácsokat, akkor mi lenne a záró gondolatod az adásunk végére? Záró gondolatként én úgy tekintek egy kapcsolatra, mint például egy virágos kertre. Ugye amilyen empátiát, megértést viszünk bele a kapcsolatba, úgy fog virágozni a kapcsolatunk, és az interjú alatt elhangzott eszközök, szerszámok hozzá, ugye a kommunikáció, az odafigyelés, a megértés, a szeretett nyelveknek a gyakorlása, és mindenképp figyeljünk egymásra oda, minőségi időre, és hogy ne felejtsük el azt, hogy elsősorban is miért is szerettük meg egymást, miért is vagyunk mi ebben a kapcsolatban. Hát nagyon szépen köszönöm a gondolatokat, amiket megosztottál velünk. Köszönöm, hogy segíteni próbálsz minden egyes házas párnak, és azoknak is, akik még csak párkapcsolatba léptek együtt. Hiszem azt, hogy sok jó gondolat elhangzott ma, és hogy legalább páran kipróbálnak egyes dolgokat közülük. Köszönöm, hogy itt voltál, és nagyon nagy szeretettel még visszavárlak ide a stúdióba. Köszönöm szépen én is, hogy itt lehettem. Nagy kihívás volt számomra, és mindenképp köszönöm a hallgatóknak, és amit még el szerettem volna mondani, az, hogy ha problémákba ütköznek, válságokba, akkor keressenek fel egy szakembert, aki segíthet nekik abban, hogy hogyan kezeljék ezeket a problémákat. Köszönjük szépen. Én is köszönöm. Köszönöm Önöknek is, kedves nézőink és hallgatóink, a megtisztelő figyelmünket. Adásunk és beszélgetésünk végéhez jutottunk. Meghívottam ma Kalosz Tímea Renáta pszichológus, akivel együtt a házasság jó fenntartásáról beszélgethettünk, amely során gyakorlati gondolatokat, tanácsokat is fogalmaztunk meg. Reméljük, hogy az Önök javára és segítségére hangzottak el ezek. Amennyiben tetszett a mai beszélgetés, amennyiben tetszett a téma, nagyon nagy szeretettel visszavárom Önöket legközelebb is, ugyanitt és ugyanekkor. De mindaddig minden jót és Isten áldását kívánom. A viszontlátásra!